Jó estét kívánok! Önök a Siker című gazdasági műsorunkat látják. Egyre jobban kiszorítja a hazai eper a külföldieket. A hirtelen melegnek köszönhetően már megjelentek a szabadföldön termett eprek, amik még lejjebb vihetik az árakat. Még áprilisban 2-3 ezer forintot is elkértek a gyümölcs kilójáért, most már 1000 forintért is szép hazai szamócát lehet vásárolni. A szakemberek szerint a vásárlók inkább fizetnek többet, de magyar epret szeretnének a pénzükért. Az eper a legkelendőbb áruk közé tartozik most a piacokon. Magyarországon 7-800 hektáron mintegy 10-15 ezer tonna mennyiséget szoktak termeszteni a gazdálkodók. A gyümölcs egy része fűtött vagy fűtetlen fóliában, több mint a fele pedig szabad földön terem. Az idei termés jónak mondható. A Fruitweb zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet szerint az idei tél enyhe volt, és még a márciusi hideg sem okozott nagyobb kárt. A tavasz egy kicsit később indult, mint egy átlagos évben. Még március 20-a magasságában is kaptunk 0 fok körüli vagy az alatti lehűléseket, és ez értelemszerűen megfogta a természetet, megfogta a gyümölcskultúrákat is, de aztán hirtelen robbanásszerűen jött egy meleg, és gyakorlatilag mára a természet ledolgozta, sőt lehet, hogy húzottan is ledolgozta azt a hátrányát, amit a márciusi hidegek jelentettek. A piacon már most is sokan keresik az epret, az árak is jelentősen csökkentek, néhány hete még 2-3 ezer forintot is elkértek a magyar eper kilójáért a kereskedők. Úgy látom, hogy most már elfogadható árban van. Sokan vásárolják, mi frissen fogyasztjuk elsősorban. Az árusok szerint tavalyhoz képest olcsóbb most a hazai eper. A szezon általában április 10-e után szokott beindulni, akkor még a sokkal drágább fűtött fóliákból kerül a standokra. Április 20-a körül érkeznek a fűtetlen fóliás eprek, majd így május 10-e körül telítődik a piac a szabad földön termett gyümölccsel. Sokan nem azt nézik, hogy milyen a minősége, hanem azt nézik, hogy milyennél olcsóbb legyen. Most megveszi a görög epret, például 750 vagy 800 forintért kilóját, viszont ugye a magyar eper, meg a jó és finom eper, ami ugye itt van, az van 1000-ért, 1400-ért, és ez tényleg magyar eper. A vásárlók közül azonban sokaknak fontos a minőség. Van, aki inkább kivárja a hazai gyümölcsöt, mert az szerinte sokkal finomabb az olasz vagy a Görögországból behozottakénál. Én elvárom az őszinteséget. Nem sajnálom érte a pénzt, de jót szeretek venni. Inkább a magyarban. Jobban szeretem a magyar terméket. Az utóbbi napokban már egyre kevesebb külföldi szamócával lehet találkozni a piacokon. Először külföldi eperrel kezdtük. Nagyon finom volt a görög eper, de pillanatok alatt eltűnt a piacról, és bejött a magyar eper. Ennek is örülnek a vevők, hirtelen leesett az ára. Más szó sincsen 2000-3000 forintos eperről. A szakemberek szerint egyre inkább az figyelhető meg, hogy a vevők még akkor is a magyar szamócát választják, ha az 30-40%-kal drágább. Úgy vélik, semmi nem indokolja, hogy a tavainál drágább legyen a hazai eper. Az majd, hogy milyen szintig zuhannak, annak a kérdése lesz, hogy ténylegesen mennyi szamócát fogunk tudni szüretelni, mennyi szamócát fog hagyni szüretelni az időjárás és a munkaerő hiány. Ha rendben lesznek ezek a körülmények, akkor összességében egy jó terméssel fogunk számolni, ami egy nagyjából a fogyasztók számára az elmúlt években megszokott árszínvonalat jelent. Az eperszezon várhatóan június közepéig tart, de ezt a leszedett mennyiség és persze az időjárás is befolyásolhatja a következő hetekben. Önök a sikert látták, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!